Mesét mondok, vagy inkább történetet a szerelemről, testvériségről, bölcsességről, és persze a varázsfúváról. Messze napkeleten élt egyszer egy bölcs és igazságos király, népének jótevője. Birtokában volt a tündökletes varázshatalmú napkör. Ennek ereje védte őt és országát minden veszedelemtől, minden ellenségtől. Felesége, a királyné, híres volt szépségéről, de kemény szívében gőg és nagyra vágyás lakozott. A jó király sokat búslagodott emiatt, de mindig megvigasztalódott, ha bájos és tiszta szívű leányára, Paminára nézett. Őt kicsiny korától oktatta minden szépre és nemesre, és a lány lelkében megfogamzott a bölcs tanítás. Történt egyszer, hogy egy nagy vadászat alkalmával a király eltévedt a hegyekben. És amikor heves vihar tört rá, egy hatalmas, ezeréves tölgy lombja alatt talált menedéket. A tölgy egyik ágából vadászkésével fuvolát faragott a király, és amikor belefújt, csodák csodája, egyszerűen otthon találta magát szeretett leánykája oldalán. Igen. Varázshatalma volt a fuvolának. Mindenki boldogabb és jobb lett a varázsfuvola hangjaitól, csak a királyné szívén nem fogott a bűvös erő. Király országának határainál, a járhatatlan tűzhegy túlsó oldalán állott egy gyönyörű szentély. Bölcs és nemes szívű férfiak, Ízisz és Ozírisz papjai éltek ott, akik életüket nagy és nemes célnak szentelték. Azon fáradoztak, hogy bölcsességgel elűzzék a babonákat, és hogy az embereket a szeretet nevében a boldogságra vezéreljék. A nemes szövetség élén a legbölcsebb férfiú, Sarastro főpap állott. A jó király tisztelte ezt az embert, és amikor érezte, hogy földi útja hamarosan véget ér, magához kérette és így szólt hozzá. Közeledni érzem halálomat, Sarastro barátom. Én népem javára éltem, de félek, hogy kemény szívű királyném nem ezt az utat fogja járni. Legfőképpen az én tiszta lelkű leányomat, Paminát féltem az ő közelségétől. Arra kérlek, vedd magadhoz a leányt, nevel tovább te őt a bölcsesség és a szeretet szellemében. Úgy lesz, ahogy kívánod, királyom, felelte Sarastro. A király halála után Sarastro titkon magával vitte Paminát, a lány pedig idővel gyönyörű, és nemes lelkű hajadonná serdült az ő atyai gondoskodásával. Alig hunyta le szemét a jó király,
a gonoszság erői elszabadultak az országban. Gyűlölet, nyomor és viszály fakadt a királynő minden tette és minden lépte nyomán. Éj fekete lelke miatt csak így emlegették alattvalói. Ekkor a királyné egy festővel arcképet készítetett Paminaról, és úgy gondolta, hogy ha egy bátor ifjúnak ígéri a szép leány kezét országával együtt, akkor rábírhatja a Daliát, hogy Sarastro ellen induljon. Tamínó, a délceg és ábrándos szívű királyfi magányosan vadászni indult az erdőbe országának határa közelében. Eltévedt, és már minden nyilát kilőtte, amikor egy félelmetes sárkány kígyó vette üldözőbe. Menekült a királyfi, futott és futott, míg csak el nem hagyta az ereje. Akkor élettelenül elterült a földön. Arra eszmélt fel ájulásából, hogy egy tollas ruhájú, vidám képű, furcsa alak költögeti. Hát te ki vagy? Kérdezte meglepetten. Én Papagénó vagyok, a madarász, felelte a fickó büszkén. Nagy keletje van a madaraknak, akiket sípommal lépre csalok. A királynő hölgye is tőlem veszik őket. A királyfi csak ekkor vette észre a hatalmas kígyót. Döglötten hevert a földön, és három dárda állt ki a hátából. Te ölted meg ezt a félelmes fenevadat? Kérdezte a madarásztól. Ki más, mint én? Felelte az büszkén. Ám ekkor három szép hölgy lépett elő az erdőből, és egyikük nagy lakatot kattantott a madarász szájára. Így hencegi máskor Papagénó a más tetteivel, mert mi öltük meg a kígyót. Majd a királyfihoz fordult, és így szólt. Daliás herceg, az éj királynőjének birodalmában vagy. Ő a mi úrnőnk. Hírét vette jöttödnek, és ezt a képet küldi neked. Átnyújtotta az ifjúnak Pamina remekmévű arcképét. A lány szépsége láttán Tamínó szívében oldhatatlan szerelem gyulladt. Vagy ő lesz a párom, vagy senki, kiáltott fel elragadtatottan. Ekkor mennydörgés és villámok közepette megjelent az éj királynője teljes pompában. Tamínó királyfi, szólt a tünemény beízelgő hangon. Egy megtört szívű anya szól hozzád. Egyetlen lányomat, Paminát, elrabolta egy gonosz varázsló. Ha a lányom képe megnyerte tetszésedet, és ha van szívedben bátorság, királynőm, felelte Tamínó, én már is szeretem lányodat, Paminát. Egy életem, egy halálom, megszabadítom őt és elrablóját megbüntetem. Ez a válasz méltó hozzád, nemes Tamínó, szólt az éj királynője. Indulj hát a tűzhegyen túlra, az álnok Sarastro birodalmába. Vidd magaddal ezt a bűvös fuvolát is. Ha baj ér, ez megsegít. Csak bele kell fújnod. Átnyújtotta az ifjúnak a varázsos hangszert, és ahogy jött, elenyészett a levegőben. A hölgyek ekkor levették a lakatot Papagénó szájáról, és így szóltak. Most pedig rajta, ifjak, induljatok a nagy útra! Ez a
fárasztó bolyongás után megérkeztek a szentély kiesligetéhez. És ami még senkinek sem sikerült, nekik igen. Akadálytalanul beléphettek Sarastro kis birodalmába. A két vándor ámulva tekintett körül a bűvös szépségű kertben. Egy pompás kastély előtt megálltak. Úgy sejtem, hogy itt őrzi Paminát a gonosz varázsló, szólt Tamino, és átnyújtotta az arcképet Papagénónak. Menj, barátom, keresd meg a kastélyban azt, akit ez a kép ábrázol, és vezest hozzám. Arra távolabb látszik egy szentély, én most oda igyekszem, mert bizonyosan ott nézhetek szembe a gonosz varázslóval. Papagénó hát ment Paminát megkeresni. Tamino pedig a szentély kapuján zörgetett be. Mit keresel itt, merész ifjú? Kérdezte az ősszakállú pap, aki kaput tárt neki. A szépséget és az igazságot, felelte Tamino elszánton. Akkor jó helyen jársz. Hogyan? Ez nem a gonosz Sarastro birodalma? Vakmerőn és meggondolatlanul szólsz, ifjú, mondta a pap rosszallóan, de harag nélkül. De hiszen Sarastro elvette az anyjától, és fogva tartja Paminát, fakadt ki a herceg. Úgy van, de ebben nem a gonoszság vezérelte. Ó, bár hihetnék neked, sóhajtott az ifjú. Bár tudhatnám, éle az én szerelmem, Paminám. Erről nem szabad szólnom, felelt a pap. De ha szándékod és szerelmed igaz, akkor hamarosan választ találsz a kérdéseidre. Eközben Pamina a kastély egyik szobájában búslakodott magában. Mert bizony egyre gyakrabban gondolt édesanyjára, és már nagyon vágyódott utána. Bánatában elnyomta az álom, és így talált rá a vidám madarász. Rögtön előkapta a képet. Lássuk csak! Szőke haj, megvan. Kék szem, rendben. Eperajak, ez is összevág. Akármi legyek, ha ez nem az éj királynőjének a lánya. E szavakra Pamina felnyitotta a szemét, és a furcsa fickóra bámult. Az éj királynőjéről beszéltél. Te ismered anyámat? Hogy ismerem-e? Düllesztette ki a mellét Papagénó. Én a legkedvesebb alattvalója. Egyenest ő küldött érted, no meg a gazdámat, a daliás Tamino királyfit. Ő egyébként nagyon szerelmes beléd. Azért jöttünk, hogy kiszabadítsunk innen. Ó, hát valóban viszontláthatom anyámat, kiáltott fel boldogan Pamina. És egy daliás királyfi jön értem, aki szeret. Vezess, vezess, drága madárember, vezess a gazdáthoz. Elindultak a kastély zegzúgos folyosóin. Közben Tamino, aki egyedül volt a szentélyben, egy ismeretlen birodalomban, szerette volna látni már Paminát. Nem tudta, merre induljon. Hát játszani kezdett fuvoláján. A bűvös hangokra a marcona őrök mind énekelni kezdtek, és táncra perdültek.